A koronavírus járvány szülte azt a kezdeményezést Dombóváron, melynek keretében a Börcsök család az egészségügyben dolgozók munkáját köszöni meg élelmiszercsomag adományozásával. Az előző évben a kórház dolgozóinak juttattak el ajándékcsomagot, idén pedig a város polgármesterével, Pintér Szilárddal történt egyeztetés után jutottak arra a döntésre, hogy a város mentőállomásán dolgozóknak juttatják el a számos élelmiszert tartalmazó csomagot, tudtuk meg a család képviselőjétől. Azt mondanám, hogy ilyen csekék is ajándékol, de igen, úgy éreztük, én is, meg a családom is, hogy igen, valamilyen szinten meg kell nekik köszönnünk ezt a nagy áldozatos munkát, amit végeztek, értünk, mert mondhatom azt, hogy értünk. Több kiló őrölt és szemes kávé, cukor, tejszín, beigli, szaloncukor került azokba a dobozokba, melyet a dombóvári mentőállomás dolgozói örömmel vettek át, mondta az állomásvezető. De azt vettük észre, hogy az utóbbi időben, mióta van ez a pandémia, nagyon sokan gondolnak ránk, és nagyon jól esik, mert azért elég feszített most a tempó az országos mentőszolgálaton, és nagyon-nagyon sok helyről, vállalatoktól, magánemberektől kapunk felajánlást, ajándékot, amit nagyon jó szívvel veszünk. A mentőállomás dolgozói hálás szívvel vették, hogy ezzel is elismerik munkájuk fontosságát.